Most, hogy véget ért Alice számára a megmérettetés, összejött barátaival egy kis örömzenélésre, hogy az elmúlt időszak sikereit megünnepeljék. A Walking Mama próba mindig nagy örömmel kezdődik. Igazából ez a mai próba is nagy boldogsággal tölt el, mert már nagyon rég nem láttam őket, és ezek a kis kedves, aranyos lelkek nekem készültek étellel, pezsgővel, mindennel, úgyhogy megünnepeljük az eddigi utamat, hogy mi történt így az elmúlt egy hónapban. A Walking Mama zenekar tagjai nagy tisztelettel vannak Alice tehetsége iránt. A zenekar már egy éve működött, amikor Alice csatlakozott hozzájuk. Varga Tibi, az együttes vezetője szerint, ez egy férfias blues-rock zenekar, és ebben nem annyira illett bele egy fiatal lány hangja. Végül annyira jól sikerült Alice részéről a bemutatkozás, hogy az azóta eltelt 6 év alatt számos közös fellépésük volt. Hát az együttes név, ez a blueshoz kapcsolódik. Sok évig az öcsémmel együtt zenéltünk ebben a zenekarban, aki szájharmonikázik, egy nagyon kitűnő blues szájharmonikás, igazi bluesman, és ő vett egy olyan könyvet, amely a Chicagói Blues Fesztiválra szólt. Ezt a könyvet egy pécsi zenekar, a Pécsi Magasfiú Dalárdája nevezetű zenekarnak a gitárosa írta, aki kiment Chicagóba, megnézte ezt a blues fesztivált, akivel tudott riportot készített, és felmérte ott még a számottevő blues zenekarokat. És volt egy olyan blues duó, amit Cephas and Wiggins nevezetű blues duó, és azoknak az egyik számának a címe ez a Walking Mama, és amikor ezt a könyvet kiolvastam, akkor ez nekem nagyon megtetszett, és innen jött tulajdonképpen név. Aztán igaz, hogy azóta már a bluestól egy kicsit elhajlottunk, mert nagyon sokfajta zenét szeretünk, és sokfajta zenét szeretünk játszani is, de a név az megmaradt. A zenekar egy kis épületben tartja próbáit, kivétel nélkül mindig remek hangulatban. Most is fantasztikus dalokkal kápráztattak el bennünket. A zenekar tagjai Varga Tibi szólógitár, Deák László ritmusgitár, Ludányi Miklós basszusgitár, Mosberg Zoltán dob, Zsolnai Beatrix zongora, Gutpintér Edit vokalista, továbbá 3 fúvós, akik nemrég csatlakoztak a csapathoz. Alice beszélt nekünk a Voice tehetségkutató versenyről, további terveiről is. Eddig még nagy változást nem érzek az életembe, főleg, hogy most ide visszacsöppentem a megszokottságba. Bízom benne, hogy azért sokkal több lehetőséget kapok majd ezáltal. Most egyelőre egy zenei kiadó van mögöttem, amit ez adott, és az majd biztosan fog előre lépéseket kreálni. Miklós Erika volt a mentora, akivel azóta is jó kapcsolatot tartanak fenn, és készülnek a jövőben közös munkára is. Mi kapcsolatunk nagyon különlegessé vált így a hetek alatt. Igazából csodálatos az, hogy véget ért, de még mindig van, hogy felhív, érdeklődik, beszélgetünk, meg hát vannak terveink is. Lesz majd egy műsorunk, hogyha minden igaz, egy ilyen sanzon éneklésről szóló műsor, amivel majd szeretnénk járni így vidéken mindenfele. Úgyhogy ilyen kapcsolatot tudunk majd továbbra is létesíteni, hogy fennmaradjon a kapcsolatunk, ezt kitaláltuk, hogy akkor így megalkotjuk. A karantén ideje alatt Alice úgynevezett tömbelső koncerteket tartott Pakson. A Csengei Dénes Kulturális Központ vezetőjének az ötletét valósították meg, miszerint a panelházak közötti tereken történő zenéléssel, énekkel szórakoztatja Alice a közönséget. Ezzel egy kis kultúrát szeretett volna adni az embereknek, akiknek otthon kellett maradniuk, és egy kicsit minden beszürkült ebben az időszakban.